Üdvözlöm a Nagykunsági Krónika nézőit! Tekintsük meg mai műsorajánlónkat! Aktuális kérdések című magazin műsorunk következik. Vendég Kovács Sándor, városunk és térségünk országgyűlési képviselője. Üdvözlöm a Karca Televízió nézőit! Aktuális kérdések című heti magazin műsorunk mai vendége Kovács Sándor úr, városunk és térségünk országgyűlési képviselője. Köszöntöm képviselő urat, köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én is köszöntöm a Karcak Televízió nézőit. Aktuális kérdéseink egyike, megkezdődött a parlament őszi ülésszak. Mit lehet erről tudni, mit érdemes tudnunk róla? Igen, egy elég zsúfolt időszak kezdődik a parlament életében is. Én még igazából most szokom, hiszen tavasszal, a tavaszi ülésszak végén ültem először be a parlamentbe, és egy kicsit szokatlan is volt a munka, de azt látom már, hogy meg lehet szokni, hiszen a bizottsági ülések rendjét, hiszen a gazdasági bizottságban ülök, és annak a munkájában veszek részt. Tehát a miniszterek meghallgatásától kezdve az államtitkárok meghallgatásáig, a költségvetés megtárgyalásáig nagyon sok munka volt, és hát most az őszi ülésszakban feltörögtek az események, hiszen Európai Uniós kitekintésünk van, hiszen múlt héten és ezen a héten a Sargentini jelentés megtárgyalása volt napirenden, amely nagyon érdekes téma, és rávilágított, hogy a magyar országgyűlési képviselők hol állnak, kinek és minek a pártján állnak. Hiszen a vitákból látszott az, hogy vannak olyan országgyűlési képviselők, és ezt örömmel láttam, hogy a többség az, aki a magyar érdekeket, a magyar nemzet érdekeinek megvédésére tette fel az életét és a munkáját. De vannak olyan képviselők, akik valami kényszer hatása alatt, főleg a szocialista, liberális képviselők, és néha még a jobbikosok is próbáljanak megfelelni a nyugati elvárásoknak, azoknak az európai, főleg szocialista és liberális politikusok elvárásainak, akik azt szeretnék, hogy továbbra is diktáljanak Magyarországnak, azokat a dolgokat hajtsa végre Magyarország, amit nyugatról diktálnak. És igazából ebben a jelentésben nagyon sok minden benne van. Benne vannak olyan légből kapott dolgok, amik teljesen viccesek, hogy magyar tankönyvekben például sokszor van említve a nő, mint anya, mint családanya, mint feleség, és ezt kifogásolták, hogy ezt kevesebbszer kellene említeni. Ilyen badarságok vannak többek között benne, igazából itt kilóg a lóbláb. Látszik azt, hogy azért támadják Magyarországot, ami miatt talán 3 éve folyamatosan támadják, hogy Magyarország nem akar bevándorló ország lenni. Emlékszünk rá, mennyit támadták a határkerítést, hogy Magyarország ellen akar állni az illegális migrációnak. Emlékszem rá, még akkor az osztrák kancellár azt mondta, hogy micsoda rossz időket juttat az eszébe, hogy Magyarország kerítést épít, majd amikor Ausztria építette a kerítést, akkor azt mondta, hogy nem kerítést épít, hanem kapukat, csak nagyon hosszú szárnyai lesznek ezeknek a kapuknak. És igazából Nyugat-Európában azok a politikusok, akik abba látják Európa jövőjét, hogy nem a családokat erősítjük meg, nem gyermekek születnek, hanem ezeket afrikai és ázsiai bevándorlókkal pótoljuk, azoknak mindenképpen szák a Magyarország, aki meg akarja védeni nem csak Magyarország, hanem az Európa és az európai kultúra határait is. Tehát nagyon érdekes volt például az e-heti vita, fortak az indulatok, és látszott azok az emberek, akik régen akár a moszkvai ukázokat fogadták el és hajtották végre gondolkodás nélkül, most azoknak a szellemi utódai a Brüsszelből érkező ukászokat, és úgy gondolják elvárásokat, és egy fejsimogatásra, vagy egy külföld ösztöndíj miatt ezeket szívesen elmondják, és a magyar nemzet érdekei ellen fordulnak. Nagyon nagy tétje van a tavaszi, jövő év tavaszán az európai parlamenti választásoknak, és biztosan nagyon sokan látták már
amikor is Szijjártó Péter külgazdaság és külügyminiszter úr a CNN-en adott interjúban megvédi tulajdonképpen Magyarország álláspontját a bevándorlás kérdésével kapcsolatban. Mit lehet erről nekünk bővebben tudni? Mi az, amiért fontos, hiszen milliók álltak már a szavazás előtt a mögé, a kérdés mögé, és miért kap még inkább egy súlyponti szerepet akár az országgyűlésben? Eddig mindig azt gondoltuk, hogy az Európa parlamenti választásoknak igazából nagy tétje nincs, hiszen az Európa parlament nem dönt rólunk igazából kényes, fontos kérdésekről. De ez most megváltozott. Most érték és jövő választás a tét, hiszen pontosan kirajzolódott, hogy Európa egy része úgy képzeli el Európa jövőjét, hogy vegyes, multikulturális társadalom, akár egy lakosságcserét Afrikából és Ázsiából, egy lakosságcserét hajt végre Európában, beköltözteti azokat a fiatal afrikai és ázsiai bevándorlókat, akik a jobb élet reményében jönnek Európába, és így pótolja a munkás kezeket. És hiába van Európának egy több mint 1000 éves keresztény kultúrája, ez ezeket az embereket nem érdekli, és ezt a kultúrát és ezt a hagyományt feladja. A keresztény kultúrában nem azt kell érteni, hogy minden nap, vagy minden hétvégén templomba jár, sűrűn imádkozik. A keresztény kultúrát azt jelenti, hogy a nőkhöz való viszony, a családhoz való viszony, a nők tisztelete, a család tisztelete, a hagyományok tisztelete, amiben igazából benne élünk több mint 1000 éve a magyarság is. Van ez a rész, és mondom, ez csap össze. És egyre több ország jön arra rá, hogy ez a multikulturalizmus nem vezet sehová. Párhuzamos társadalmak jönnek létre, olyan közösségek élnek egymás mellett, akinek mind a kultúrája, az életről, a családról, az Európáról gondolt kultúrája teljesen más. És hát most ez a tét. És azt látjuk, hogy most az Európa parlamenti választáson ezek fognak összecsapni. A bevándorlást támogatók és a bevándorlást ellenző erők. És ezt a bevándorlás ellenző erők egyre erősebbek egyébként Európában is. Már nem csak Magyarország és a visegrádi négyek állnak a bevándorlás útjába, nem csak a lengyelek, csehek, szlovákok, magyarok, hanem erre rájöttek már az olaszok is, az osztrákok jó része, és egyre több európai ország jön arra rá, hogy tévút az, hogyha nem a családokat, nem a gyermekvállalást támogatjuk, hanem próbáljuk pótolni mindenféle más kultúrájú, más vallású bevándorlókkal, és a konfliktusok egyre jobban nőnek. Ezen kívül volt-e még valamilyen olyan vitás kérdés, vagy súlyponti kérdés, ami az elmúlt időszakban a parlamentben volt? Hát mindenképpen a parlament igazából a viták és az összecsapások, a gondolati, szellemi és az értékrend összecsapásoknak egyik szintere. Igazából a legnagyobb indulatot ez a bevándorló ország legyünk, vagy őrizzük meg kultúránkat, hagyományainkat, e körül kristályosodott ki. Itt pontosan látszik, hogy a szocialisták, liberálisok hogy állnak ehhez a témához, ők a bevándorlást támogatják, és igazából az identitásválságba került Jobbik is kezd a liberálisok és a szocialisták oldalára állni, igazából nem találja a helyét. De nagyon fontos a költségvetés, hiszen a költségvetés dönti el, hogy mi az, amire többet szánunk, mi az, amire többet tudunk adni, mi az, ami súlypontot jelent a magyar jövő szempontjából. A jövő évi költségvetés az mutatja azt, hogy az oktatásra, az egészségügyre több fog kerülni, infrastruktúrális beruházásokra többet tud fordítani a kormány, és nagyon jó hír az, hogy 4% felett, bőven 4% felett várható az idén a GDP növekedés, és hát a tavalyihoz hasonlóan tudunk nyugdíjprémiumot fizetni a nyugdíjasoknak, és az is jó hír, hogy a tavalyihoz képest magasabb volt a gazdasági növekedés, egy kicsivel magasabb lesz ez a nyugdíjprémium. Ez körülbelül az átlag nyugdíjra számolva, ez egy 18 000 forint körül összeg. Én azt gondolom, hogy ha a gazdaság jól teljesít, azok az emberek, akik a gazdaságban részt vesznek és dolgoznak, jól teljesítenek,
akkor azok az emberek is érdemeljék meg a plusz pénzt, akik ezt megalapozták, hiszen a mai nyugdíjasok alapozták meg ennek a gazdaságnak a jelenét az elmúlt időszakban végzett munkával, és mindenkinek részesülni kell a sikerekből, akár a gazdasági eredményekből is. Én azt látom, hogy e körül is volt egy kis polémia, de a kormányzó többség mindenképpen el tudta ezt fogadni, és a prioritások, mondom, az egészségügy, az oktatás, az infrastruktúrális fejlesztések, ezek lesznek a jövő év súlypontja is. Mindenképpen van még egy nagyon fontos dolog, az innováció, hiszen a magyar gazdaság elért egy bizonyos szintet. Nagyon sok külföldi cég jött ide, de nagyon sok olyan külföldi cég, amely csak bérmunkára alkalmazza a magyarokat, ezt a lépcsőfokot meg kell haladni. Egy 20 évvel ezelőtt örültünk annak, hogyha bármely nyugati cég hozza ide a gyártását. Most is örülünk neki, de most már ennél egy kicsivel többet szeretnénk. Az, hogy a magyar beszállító cégek is be tudjanak szállítani, magyar fejlesztések, magyar kutatások is legyenek, és a költségvetésnek ez a súlypontja, ez is változni fog. A jövő évben több lesz kutatásra, fejlesztésre és innovációra is. Evezzünk át egy kicsit városunkra és térségünkre. Milyen fejlesztések voltak az elmúlt időszakban térségünkben? Hát ez egy nagyon kellemes téma, hiszen nagyon sok fejlesztés indult el. Van, amelyik már be is fejeződött, van, amelyik a napokban indul el, ami még megyei elnök koromban a területi operatív programokból került megítélésére. Ez a megyei területi operatív program, amiben körülbelül Karcag városa a fejlesztésekre körülbelül 2 milliárd forint körül összeget nyert. Ez kerékpárutak, zöldváros fejlesztése. A zöldváros program azt hiszem jövő héten fog elindulni. Én azt gondolom, hogy Karcagon másfél-két év múlva szembeszökő változásokat fognak hozni ezek a programok, de vannak már olyan kisebb települések, ahol kisebb volumenű programok már nemcsak hogy beindultak, hanem be is fejeződtek. Például a napokban adtuk át Tisza Derzsen a védőnői szolgálatnak a teljesen megújult épületét. Ez egy nagyon szép épület, mind kívülről, mind belülről, és a 21. század az elvárásainak megfelel. És azt látom, hogy rengeteg bepótolni valónk van, de az utak is szép lassan kezdenek megújulni. Olyan nagy mennyiségű és olyan hosszú elhanyagolt útállapot van itt Magyarországon, hogy csak fokozatosan lehet őket megújítani. Voltunk a napokban már területi operatív programban átadott új, megújult utak, ez a Túrkeve mezőtúrút, de aki közlekedik a 34-es úton, az látja, hogy Tiszaigarnál is újul az út, Tiszaigari elkerülő teljes mértékben megújul, és a jövő évben és az utána való évben pedig a Modern Falvak programjában is nagyon sok út meg fog újulni, meg fog épülni. Én azt gondolom, hogy lépésről lépésre azokat a lemaradásokat, amivel az elmúlt 30-40 évben felhalmozódott, szépen dolgozzuk le, és hát indulnak be azok az óvoda, bölcsöde, iskolafejlesztések, amelyek benne vannak ezekben a programokban, és hát a térség egyik legnagyobb beruházása, a gazdasági beruházása a Túrkevei SMR gyár, ahol 450 ember fog dolgozni, annak is valószínű, hogy a jövő hónapban az új üzemcsarnok átadása meg fog történni, és ez lendületet ad nem csak Túrkevének, hanem az egész térség gazdaságának is, és azt látszik, hogy a magán magyar tulajdonban lévő vállalkozások is egyre jobban erősödnek, beruháznak, és hát a turizmus is új lendületet kap, hiszen a kisfaludi programban körülbelül 40 panzió újul meg itt a Tiszató térségében, és ezekre szükség is van, hiszen egyre több turista jön a Tiszató térségébe, Berekfürdőre, de akár ide Karcagra is, és mindenképpen az igényes szállásokat mindenképpen biztosítani kell a részükre, tovább kell lépni ebbe az irányba is.
nagyon sok fele jár képviselő úr, akár Tiszadelzset említjük, akár a Karcag környéki bármely más települést, akár Kunhegyesen a Városháza megújítása, és az emberek, a polgárok hogyan fogadják? Nyilván mind pozitív visszajelzés szokott lenni. Mennyire örülnek, mennyire fejezik ki pozitivitásukat ez irányba, és mondanak köszönetet, mert ezek nagyon nagy előrelépések, hogyha Tiszadelzset is vesszük, a védőnői szolgálatot, az egészségházat, vagy Berekfürdőt is, ahogy képviselő úr említette. Az emberek ki vannak éhezve a fejlesztésre, hiszen az elmúlt évtizedekben szinte kevés nagymértékű beruházás történt Magyarországon. Mindig az volt, hogy rosszul áll a gazdaság, megszorítani kell, most rosszabbul megy, hitelt kell felvenni, és most érkeztünk el oda, hogy nem csak azokat a hiteleket törleszti Magyarország, amiket az elmúlt időszakban még a szocialista kormányok vettek fel, törleszti a hiteleket, de önerőből tud beruházásokat is létrehozni. És az emberek örülnek neki, amikor Tiszadelzsen vagy Kunhegyesen voltam, és ez Karcagra is elmondható, az elmúlt évtizedekben, talán 20-30 éve, lehet, hogy régebben nem volt akkora beruházás, akkora megújítási hullám, ami a mostani időszakban van. És az látszik, hogy tegnap például Tiszafüreden voltam az ügyészség épületének, az új ügyészség épület átadásán, és hát beszélgettük azt, hogy szerencsésebb időszakokban vannak, amikor jobban megy egy országnak, hogy új közintézményeket, új épületeket hozzon létre, és ez azért nagyon fontos, hiszen a Polt Péter legfőbb ügyész úrral is tárgyaltam ezen az ügyészségi átadáson, és nekünk van egy dédelgetett nagy tervünk, hogy egy új ügyészségi bírósági épületet építessünk Karcagon, aminek a megvalósulása már egyre jobban körvonalozódik. Itt a főtéren bizonyára sokan hallottak róla, hogy a mostani Csillagcsemege, a Thomas helyén szeretnénk ugyanolyan ügyészség és bírósági épületet, mint ami a mostani bírósági épülete, ugyanolyan stílusban, homlokzattal azt a sarok részt beépíteni, és erről tárgyaltam Polt Péter legfőbb ügyésszel, és igyekszük azt, hogy 2020-ban akár el is tudjon indulni ez a beruházás. Hamarosan Tiszafüred kapcsán körbe kerékpározhatóvá válik a Tiszató. Mit lehet erről a projektről tudni? Hát igen, ez egy régi vágy, hiszen én is többször körbekerékpároztam a Tiszatavat, és mindig van egy problémás szak, ez a 33-as út Tiszafüred és Porosztó között, ahol nincs kerékpárút, hanem a közúton kell kerékpárral menni, és ez mindig egy kicsit ront azon az élményen, hogy teljesen nem lehet körbekerékpározni a Tiszatavat. Ez a munka elindult, két hónappal ezelőtt tettük le az alapkövet, és ez valószínű jövő év decemberébe, októberében be fog fejeződni, és akkor azt lehet mondani, hogy a turisztika szempontjából új lendületet kap az egész környék. Hiszen sokan hallották biztos azt, hogy kiemelt turisztikai övezet lesz a Tiszató, Hajdúszoboszló, Hortobágy és Debrecen régió, és hát ebben a régióban szerencsére benne van Berekfürdő és Karcag is, hiszen az egész környék turisztikai fejlesztését egybe gondoljuk és egybe képzeljük, nem csak a közvetlenül a Tisza tópartján lévő települések, hanem azok a települések is, ahonnan akár egy rosszabb idő, egy esős időben el lehet látogatni, Berekfürdőbe, a karcagi strandra, az itteni éttermekbe, meg lehet nézni akár a karcagi vagy a környékbeli települések múzeumait, kiállító tereit, és én azt gondolom, hogy egy egész fejlett turisztikai régió lesz néhány év múlva, és nagyon sokan meg fognak élni a turizmusból is, a gazdaság ebből a szegmenséből is. Hiszen tudják egymásnak ajánlani a strandok, akár ugye egy zárt téri esemény vagy program, hogyha ide látogat és esik az eső, el tud menni, kapcsolattartásban vannak egymással, ez mindenképpen pozitív, és viszi a hírünket is ezáltal. Magosz 8 éve a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szervezésében a Magyarok Kenyere című programot már jó ideje 8 éve csinálja. Az idei évi miért volt talán egy kicsit másabb, mint az eddigiek? Hát minden ilyen rendezvény, ez a Magyarok Kenyere program, ez egy nagyon szép rendezvény szokott lenni. Ebben az évben a búza begyűjtés Jászlenkun-Szolnok megyei Magosz és Agrárkamara Abátszalókon tartotta meg a búza begyűjtést. Abátszalókra szállították be a Jászlenkun-Szolnok megyei gazdák a búzát, és a múlt héten Jászságban, Jászberényben, a Szatmári Malomban örölték meg ezt,
és osztották szét azoknak a szervezeteknek, azoknak a rászoruló szervezeteknek, akik ezt fel tudják dolgozni. Karcagról például az egészségügyi gyermekotthon is kapott ebből az adományból, és ez egy csodálatos kezdeményezés. Azért is csodálatos, mert minden évben, a 8 év alatt minden évben Jászlajkun Szolnok megyei gazdák ajánlották fel magasan a legtöbb búzát. Tehát a Jászlajkun Szolnok megyei gazdák adományoztak a legtöbbet. Én erre büszke vagyok a megyei gazdákra, hogy önzetlenül tudják támogatni ezt a jó célt. És hát támogatták akár Böjte Csaba gyermekotthonát, de most már nem csak a Böjte Csaba féle gyermekotthonokat, hanem szociális intézményeket, magyarországi gyermekotthonoknak az egész éves kenyér, liszt, tészta szükségleteit tudják ezekből az adományokból támogatni, és ez egy nagyon jó kezdeményezés, amikor a gazdák adakoznak abból a termésből, amit ők megtermeltek, és jó látni azokat a szervezeteket, akik fogadják ezt az adományt, hogy jó helyre kerül. Én azt gondolom, hogy jövőre újból rekordot fogunk dönteni, rekordot fognak dönteni a Jászlajkun Szolnok megyei gazdák, és ami 8 éve folyamatosan van, Jászlajkun Szolnok megyei búzafelajánlások, van olyan nálunk nagyobb megye, aminek akár háromszor több búzát ajánlanak fel, ez folytatódni fog, hiszen az önzetlen adakozás az egyik legjobb dolog a világon. Nagyon szépen köszönöm, és további eredményes munkát kívánok képviselő úrnak. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, megköszönöm már a figyelmüket. Az elmúlt napok fontosabb eseményeit tekintsük meg összefoglalónkban. Jó napot kívánok, tisztelt hölgyeim és uraim! Tisztelettel köszöntöm a képviselőtestület megjelent tagjait, Rózsa Sándor jegyző urat, a hivatal munkatársait, meghívott kedves vendégeinket és a kedves televízió nézőket, és engedjék meg, hogy külön tisztelettel köszöntsem dr. Berkó Attila kormánymegbízott urat, aki jelenlétével megtiszteli a mai ülésünket. A jelenléti alapján megalapítom, hogy 9 fő van jelen. Távolmaradását bejelentette dr. Kovács László, illetve dr. Kadásztai László képviselő ura. Az ülés határozatra képes, az ülést megnyitom. Tisztelt képviselőtestület, indítványozom, hogy a testület a kiküldött meghívóban foglaltaknak megfelelően tárgyalja meg a napi rendeket. Aki tudja számolni, kérem jelezze. Igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulag fogadtuk el. Javaslom, hogy a 12-től 22-ig terjedő napi rendi pontokat zárt ülés keretében tárgyaljuk meg. Tudjuk ezt támogatni? Igen. Nem, tartózkodás nélkül egyhangulag került elfogadásra. Tisztelt képviselőtestület! A napirendi pontok tárgyalása előtt köszönteni szeretném Róra Sándor jegyző urat, aki a STÉLA által szervezett 24. Városi Polgármesterek randevúja hajdúszoboszlói szakmai tanácskozásán szeptember 14-én magas szintű szakmai munkájának elismeréseként az év jegyzője díjban részesült. A rangos elismeréshez szívből gratulálok, sok sikert, jó egészséget kívánok a további munkához, és kérem, hogy egy csekély ajándékot fogadjon el tőlem. Tisztelt képviselőtestület, köszöntöm továbbá Csanádi Zádort, a Debreceni Egyetem Balázsházi János mezőgazdasági és közgazdasági gyakorló szakközépiskolája és kollégiuma végzős hallgatóját, aki a gyulai történelmi íjász világbajnokságon világbajnok lett. A kiváló teljesítményhez az önkormányzat nevében szívből gratulálok, további sok sikereket kívánok, kérem, hogy szíveskedjen kifáradni és egy ajándékot átvenni.
Tisztelt képviselőtestület, örömmel tájékoztatom a jelenlévőket, hogy július 7-én Jászíványon rendezték meg a 14. 3-as kerületi kézi aratóverseny és népi ételek főzőversenyét, ahol az Aranykalász baráti kör csapata a harmadik helyezést ért el. Az elért eredményhez az önkormányzat nevében a csapat minden tagjának szívből gratulálok, további sikereket és jó egészséget kívánok. Felkérem Kálmán Imrénét, az Aranykalász baráti kör elnökét, a csapat vezetőjét, hogy legyen szíves kifáradni és egy csokrot átvenni. Köszönet mindenféleképpen polgármester úrnak, aki szinte az első perctől közben mellettünk áll. Párti Ildikó képviselőasszonynak, Szepesi Tibor igazgató úrnak, és persze Molnár Pál igazgató úrnak is, akik minden évben bármikor fordultunk hozzájuk, azonnal megadták a támogatásukat. Köszönjük szépen! Jó egészséget szintén vissza, és jó munkát kívánok önöknek. Tisztelt képviselőtestület, a sok szép eredmény és örömhír után szeretném bejelenteni, hogy a szabadságolási tervtől eltértem a két ülés közötti időszakban. Az alábbi időpontokban vettem ki szabadságot, július 2-án, 6-án, 13-án, július 23-tól 25-ig, július 27-től 31-ig, augusztus 2-től 13-ig, augusztus 24-én, illetve szeptember 2-án és 3-án. Tisztelt képviselőtestület, dr. Berkó Attila kormánymegbízott úr kér szót, néhány gondolatot szeretne elmondani számunkra. Tessék parancsolni. Szeretett testület, képviselőtestület, polgármester úr, jegyző úr, meg egyébként, hogy megköszönjem a meghívást, hiszen tisztelettel vettem át a meghívót, de nyilván az akarat is, a jövésnek az akarata is bennem volt, azt gondolom a kettő találkozott most ebben a napon. Mindig örömmel és eddig is örömmel és szeretettel jöttem Karcagra, mert valahogy nem tudom, valahogy a szívemhez nőtt Karcag. Sok oka lehet ennek, talán az, hogy jó magam is falusi gyereknek mondom magam. Már bocsánat, nem azt akarom mondani, hogy Karcag falu, nehogy félreértse valaki, de valahogy érzi az ember azt, hogy a gyökerek itt igen erősen működnek. Magamról talán annyit, hogy 2018. július 1-ével vettem át a kinevezésemet miniszterelnök úrtól, de korábban sem volt idegen számomra a kormányhivatali működés, hiszen gyakorlatilag 11 óta a hivatalban dolgozom. 15 óta, 2015-től főigazgatóként, majd ugye most július 1-ével kormánymegbízottként. Azért ez lényegesen más szerep, azt már láttam az elmúlt 3 hónapban is. De bízom benne, hogy az a tapasztalat, amit összetudtam gyűjteni korábbi munkámból, és az a segítség és az az erő, amit korábbi munkám során a városoktól, a településektől kaptam, azt gondolom, hogy ez mindenféleképpen a segítségem lesz a következő időszakban, hiszen biztos, hogy feladat még van, sőt, nagyon is sok, meg biztos, hogy lesz is még, amit meg kell oldani, de azt szoktuk mondani, hogy mindig jobb valamiért valamit tenni, ha tudjuk, hogy van eredménye, az a baj, ha úgy dolgozunk, hogy nincs eredménye. Na most azt kell mondjam, hogy Karcagnál az eredmények azok nagyon szépen jönnek az elmúlt időszakban. Ez külön köszönet a testületnek, a polgármester úréknak. Én azt gondolom, hogy szemmel láthatóan fejlődik a város. Valóban egyre többen éreztetik úgy, hogy valóban a Kunság fővárosáról beszélünk.
de azt is mindannyian tudjuk itt ebben a teremben, de azt gondolom más is, hogy még nagyon sokat kell tenni ebben az ügyben, ennek érdekében, hogy azt a, hát fogalmazom úgy, hogy lemaradást, amiről egyáltalán nem karcak tehetett az elmúlt időszakban, azt szépen lassan ledolgozzuk, de ha továbbra is ilyen szisztematikus, ilyen tudatos kormányzás elé nézünk az elkövetkező időszakban, amivel lehet tervezni, én azt gondolom, hogy akkor ennek kiváló eredményei lehetünk, hiszen a lehetőséget mindig felkínálták. Volt, amikor pénz nem volt hozzá, volt, amikor lehetőség, volt, amikor lehetőséget sem kínáltak. Most úgy minden találkozik, én azt gondolom. Tehát, hogyha van elképzelés a városnak, van elképzelés arra, hogy hova fejlődjön, ahhoz most minden segítséget meg tud kapni a város. És nyilván ehhez a kormányhivatal is a segítőkezet tudja nyújtani, akár a hivatal, akár a járási hivatalon keresztül. Hiszen ne feledkezzünk meg, hogy a városban egy nagyon jól működő járási hivatal működik, amely azt gondolom, hogy az önök teljes elégedettségére teszi a dolgát itt a városban. Nem sokáig szeretném fenntartani a türelmüket, hiszen gondolom, hogy nagyon sok napirendi pont van a mai napon, mert a mai látogatásomnak tulajdonképpen ez a lényeg, hogy bemutatkozzam, de nem csak Karcagon. Én a megye 78 települését igyekszem végigjárni az elkövetkezendő időszakban. Nem teszünk kivételt, hogy kisebb település, nagyobb település. Mindenhol olyan Jászlókhoz Szolnok megyei lakók laknak, akiket én azt gondolom megillet ez a tisztelet, hogy megjelenjek vagy megjelenjünk a testületi ülésen, illetve a városban, településeken, mindenhol, ahol erre szükség van. Ennyit szerettem volna röviden mondani, továbbra is szeretném felajánlani azt a segítő munkát, amit én azt gondolom, hogy nagyon hosszú évek óta már kidolgoztunk a várossal. Minden segítséget meg fogunk ahhoz adni, hogy azok az elképzelések, azok a fejlesztő elképzelések, vagy bármilyen jellegű jobbító elképzelések, amelyeket a város vezetése kitisztélul, azok a lehető leggyorsabban és a leghatékonyabban megvalósuljanak. Ehhez minden hatósági működést megadunk és megteszünk. Én bízom benne, hogy szép jövő elé néz a város, szép jövő elé néz a régió, és talán, ha mondhatom, akkor szép jövő elé néz a Jászlókhoz Szolnok megye. Jedző úrnak szeretnék én is kifejezetten gratulálni, azonban nagyon jó helyre került ez az elismerés, hiszen akár a hosszú éveket nézzük, vagy ha csak egy évet nézzük visszafelé, akkor is azt mondom, hogy teljesen megérdemelt helyet kerültünk. Úgyhogy gratulálok, és még egyszer az összes ma elismerésben részesülőnek én is szeretnék gratulálni. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Ha esetleg bármilyen kérdés felmerül, próbálok rá válaszolni. Ha esetleg nem megy, akkor majd írásban megpróbálom. Úgyhogy köszönöm szépen. Köszönjük szépen, és még egyszer mindenki nevében szívből gratulálok Orbán Gyűzött úrnak a kinevezéséhez, és nagyon sikeres és jó munkát kívánok a továbbiakban. És természetesen, ahogy kormány megbízott úr említette, a régió kapcsolatokra való tekintettel is, és a lakosság és a megye hasznára továbbra is egy nagyon szoros és komoly kapcsolatot kell ápolnunk, és minden segítségadást szívesen fogadunk, és előre is köszönjük. Tisztelt képviselőtestület, tisztelt hölgyeim és uraim, általában a testületi ülések azzal szoktak kezdődni, hogy a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről jegyző számot ad, de most a soros testületi ülés június 27-én volt, hogyha jól emlékszem, és az olyan hatalmas időtávot ölel fel, hogy most ettől kérem, hogy tessenek eltekinteni. A nyáron rengeteg program volt, mindenki tudomást szerzett azokról, részt is vettünk mindegyiken, úgyhogy most az idővel való takarékosság jegyében erről kérem, hogy mondjunk le. Ellenben a hétvégén volt egy esemény, egy külföldi esemény, egészen pontosan a német testvér településünkön, Schwarzheide-ban volt egy ifjúsági sportverseny, egy sportrendezvény, ahol a német, a lengyel testvértelepülésünk és a karcagi versenyzők vettek részt. Ötödik alkalommal sikerült az első helyet megszereznünk. Öt alkalommal volt megrendezve ez a rendezvény, úgyhogy nagyon-nagyon örülünk és büszkék vagyunk természetesen. És a csapat
vezetőjét kérném most meg, dr. Kapusi Lajos igazgatórat, hogy legyen kedves néhány szóban elmondani a tapasztalatait. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület! Az elmúlt hétvégén, ahogy már polgármester úr említette, vettünk részt Schwarzheide-be az általános iskolások már hagyományos sportversenyén, amelyen azzal a céllal indultunk el, hogy megismételjük az eddigi 4 alkalmat, ugyanis 4-szer nem is kis fölénnyel Karcag város csapata nyerte meg ezt a tornát. A kint töltött 2 nap alatt volt lehetőség a gyerekeknek egymással megismerkedni, játszani, beszélgetni, és hát megfelelően hasznosan eltölteni az időt. Ők, amíg a szombati napon ezzel foglalkoztak, addig mi felnőttek úgy döntöttünk, hogy egy sírcsokorral meglátogatjuk Bert Hübner úr sírját, és ezt a sírcsokrot a Karcag város önkormányzata nevében elhelyeztük erre a sírra. A versenyekre vasárnap került sor. A délelőtt folyamán szabadtéri program keretében zajlottak a futball torna eseményei, abban az új stadionban, amelyet most a tavasszal adtak át Schwarzheide-be. Ez a stadion a város várossá nyilvánításának 50. évfordulójára teremtetett. Egy nagyszerű beruházásra találtunk itt, egy rekordtán futópálya, aztán egy műfüves labdarúgó pálya, és hát egyáltalán az egész stadion egy kis ékszerdoboz volt ott. A délutáni órákban volt a kézilabdás események, ezeket már kénytelen volt a rendezőfél fedett helyre vinni, tehát a helyi sportcsarnokba, mert az idő annyira elromlott, hogy szakadó esőben mégsem akarták a gyerekekkel ezt a versenyt megrendezni. A labdarúgó tornát az magasan megnyerte a karcagi csapat, a kézilabda tornán ott másodikok lettünk, de akármilyen összevetésben néztük meg ezeket az eredményeket, mindenhol egyértelműen az jött ki, hogy Karcag város hódította el ismételten ezt a bizonyos trófeát, így 5. alkalommal is sikerült nyerni. Még egy-két dolgot szeretnék elmondani, hogy először is szeretném megköszönni Kis János és Orosz István tanáruraknak a tevékenységét, akik tevőleges részesei is voltak a sikernek, tekintve, hogy a gyerekek edzői is ők. Továbbá Márki Zoltánnak, aki tolmácsként kísérte el a csapatot a Schwarzheide-i túrára. Ezzel kellett volna kezdenem, de talán befejezésnek sem rossz. Szeretném átadni, mert ugyanis Krisztus Pitt polgármester úr nyomatékosan fölkért arra, hogy adjam át üdvözleteit egyrészt polgármester úrnak, másrészt jegyző úrnak és a képviselőtestület valamennyi tagjának. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen a tájékoztatást, köszönjük a üdvözletet, és természetesen gratulálunk a felkészítő pedagógusoknak. Köszönjük főorvos úrnak, hogy a delegáció vezetőjeként kézben tartotta a dolgokat és segítette a verseny lebonyolítását, egyáltalán kiutazását, stb. Ami ezzel jár, és hogy legfőképpen hogy örömhírrel érkezett, hogy valóban sikerült ez alkalommal is elnyerni ezt a kupát. De a meggyőződésem az, hogy amellett, hogy nyilván mindig győzni szeretnénk, ez magától értetődő, azért nagyon-nagyon fontos az, hogy a kapcsolatok már ilyen szintre kerültek, hogy folyamatosan a fiatalokon keresztül az emberek találkoznak tulajdonképpen egymással a 3 testvér településnél, ez nagyon fontos. Mindig hangsúlyoztam most is azt hiszem, hogy a fiatalok a legfogékonyabbak ennekre a dolgokra, a kapcsolat kialakítására, nyilvánvalóan az interneten keresztül is tudják a kapcsolatot tartani, a nyelvi nehézségek sincsenek
akadály, illetve nincsenek útban, tehát én úgy gondolom, hogy ez is egy olyan forma, ami a testvérvárosi kapcsolatokat csak erősítheti, és ez adja a lényegét, hogy egymást megismerjük, és ne legyenek olyan képeink a más országbéliekről, mint hogyha a Holdról érkeztek volna, és elfogadjuk egymást, ez mindenképpen nagyon fontos. Köszönöm még egyszer a delegáció vezetőjének, dr. Kaposi Lajosnak is a munkáját, és mindenkinek, aki ott szorgoskodott a esemény körül. Tisztelt képviselőtestület, ezek után napirend előtti kérdések feltételére van lehetőség. Kíván-e élni valaki ezzel? Képviselő, tessék parancsolni. Köszönöm szépen. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület, tisztelt jelenlévők, tisztelt televíziónézők. Ismét kérdéssel fordulok polgármester úrhoz a kórházi parkolás megoldásával kapcsolatban. Régi, több éves probléma ez, többször kérdeztem már rá, és tettem javaslatokat is a parkolás normalizálására, mint hiába. Hisz évek óta nem született megoldás a kórházi parkolóhelyek bővítésére. Javító javaslatom volt a halszálkás parkolás bevezetése, a hátsó nagykapunál lévő terület parkolóvá alakítása, szilárd burkolattal való ellátása, amit az autósok így is már kényszerből annak használnak. Sajnos ezek nem valósultak meg. Több beteget szállító gépjárművezető megkeresett, felháborodva, hogy nem elég, hogy nincs számukra parkolóhely, de még büntetéssel is megfenyegették őket, gondolom utasításra, mert parkolóhelyet csak a hátsó nagykapunál lévő, zöldnek már nem mondható területrészen találtak. Ha lenne megfelelő számú parkolóhely, akkor valóban jogosnak lehetnének ezek a felszólítások, de amíg nincs szabad hely, ez a szankcionálás egy visszataszító és abszolút nem korrekt intézkedés a városvezetőinek a kórházba eljutni kívánó betegekkel szemben. Polgármester úr, néhány hónapja a kórház parkolóhelyekkel kapcsolatban úgy tájékoztatott bennünket, hogy a kórház igazgatójával egyeztetnek, és önök a kórház területén belül képzelik el az új parkolóhelyek kialakítását. Kérdezném polgármester urat, hogy mennyire voltak sikeresek ezek a tárgyalások, lesznek-e új parkolóhelyek, és a legfontosabb, ha lesznek is, a betegek mikor tudják ezeket a parkolóhelyeket használatba venni. Meg kell találnunk a megoldást erre a problémára, kötelességünk a betegek kórházba juttatását segítenünk. Ami most van a kórház előtt, reggelente, azt úgy lehet jellemezni, hogy káosz, katasztrófa. Sírjunk vagy nevessünk, így kezdtem a mondandómat hónapokkal ezelőtt, azzal kapcsolatban, hogy a Madarasi út melletti karcagott Berettfüldővel összekötő bicikliút kezelését átvette városunktól a közútkezelő. Nevessünk, hisz örülnünk kellene, hogy egy dologgal kevesebb van a városba, amit el kell végeznie, de sajnos már ekkor sejteni lehetett a közútkezelőt ismerve, hogy sírás lesz a vége, és félelmünk sajnos beigazolódott. A közútkezelő közel se olyan jó gazdája a bicikli útnak, mint amilyen a város volt. Elszomorító látvány a szemetes, elhanyagolt bicikli út. Félő, hogy a négyes főút sorsára jut, ahol soha nem szedik össze a szemetet. Sajnos polgármester úr Konokor többször kijelentette már, hogy Karcag városa nem fogja összeszedetni a négyes főút menti szemetet, mert nem a mi dolgunk, hanem a közútkezelőjé. A közútkezelő pedig nem érdekli, rendszeresen nem végzi el a feladatát. Tehát a szemét senki ott marad, és folyamatosan át Karcag város turisztikájának. Ha polgármester úrnak ugyan ez marad a hozzáállása, akkor a bicikli út is gazdátlanul marad, és a Madarasi útról gyönyörködhetünk az eldobált pelenkák látványába. Kérem polgármester urat, jelezze a közút felé, hogy próbáljanak már elvégezni a feladatukat. Külterületnél maradva a vadvirági parkoló viszont a városhoz tartozik, és jelezni szeretném, hogy tele van szeméttel. Itt is javító szándékkal jeleztem már többször is, hogy az ott pihenő, főleg román kamionoknak fizetősé kellene tenni a parkoló használatát, legalább a szemét összeszedetését fedezné ez a bevétel. Dózsa György utca, Zádor utca, két hosszú utca a városba, amit az iskolába járó gyermekek használnak, sajnos minden reggel szemetelnek az utcán. Az iskola kezdéshez nélkülözhetetlen alapélelmiszerek csomagolóanyagával terítik be ezeket az utcákat. Ilyen az energiaital, chips és csokoládé. Az itt élők napi rutinja ezek összeszedése az ingatlanuk előtt. Kérdéssel fordulok polgármester úrhoz, hogy ezekre az utcákra legyen szíves utcai személygyűjtőket kitetetni. Nem sok reményt fűzök hozzá, de adjunk rá esélyt, hát ha lenne olyan, aki beletalálna. Tegyük élhetőbbé városunkat. Köszönöm szépen, várom megtisztelő válaszát. Köszönöm szépen.
a kérdéseket. Kórházi parkolás valóban komoly gondot jelent, mint minden más egyéb kórháznál is, hiszen a betegforgalom megnövekedett, azok az épületek, amik kórházként funkcionálnak, vagy klinikaként funkcionálnak, 60-as években épültek, vagy a 70-es években, akkor közel sem volt ekkora gépjárműforgalom, ezt tapasztaljuk, érzékeljük, és próbálunk is segíteni. Jelenten eredményesek voltak a tárgyalások, tehát igazgatóasszonnyal, alpolgármester úrral bejártuk, ahogy ezt már mondtam a legutóbbi soros testületi ülésen, megnéztük azokat a helyeket, ahol ki lehet alakítani parkolókat, és rövidesen meg fog történni. Az egyik a kórház területén, egy zúzottköves parkolóhely kerül, remélhetőleg a télbálta előtt kialakítása, illetve a kórház úton nem halszálkás, hanem merőleges beállással történik majd a parkolóknak a kialakítása, úgy még több autó fog elférni. Nyilvánvalóan, ahogy a lehetőségeink, pénzbeli lehetőségeink adják, úgy teszünk eleget ezeknek a kéréseknek, illetve hát mi magunk is látjuk, hogy ez egy probléma. A zöld felületi parkolással kapcsolatosan az említett helyre ki van téve egy közlekedési tábla, azt úgy hívják, hogy behajtani tilos tábla. Tehát akik ezért reklamálnak, azok először is megszegik a KRESZ szabályait, oda nem is lehetne bemenni. Hogy nem zöld a felület, ez annak köszönhető, hogy ennek ellenére is odaállnak természetesen. Egyébként az a testületi rendelet, amit alkottunk, a zöld felületeken történő parkolásokról, azt ön is megszavazta, képviselő úr. Úgyhogy ha majd legközelebb megkérdezik, hogy miért történik ez, azt mondja, hogy én is megszavaztam azt a rendeletet, ami alapján önt egyelőre felszólítják. Lengyel János, képviselő úr is megszavazta azt a rendeletet. Következő, kerékpárút. Hát az nagy sajnálatunkra valóban a közútkezelőhöz került, és ennek ellenére próbáljuk rendbe tartani. A szemetelés az egy más, egészen más téma, az egy neveltetési probléma, ott aztán tényleg van kitéve szemetes bőséggel a kerékpárút mellett, és azt takarítják is, illetve kezelték a városgondnokság munkatársai, és ez ugyanúgy vonatkozik természetesen más egyéb területekre is. Megpróbálkozhatunk azzal, hogy még több személygyűjtőt helyezünk ki az utcákra, kíváncsi vagyok, hogy milyen hatással lesz ez. Örülnék, hogyha valóban oda kerülnének azok a palackok, csoki papírok és egyéb más dolgok, amit egyébként meg eldobálnak mindannyiunk legnagyobb bosszúságára. A kerékpárútra visszatérve azért mi próbálunk annak ellenére, hogy nem a miénk ott valamilyen munkát végezni, de azt senki nem várja el tőlünk, hogy más feladatát teljesítsük, mert ez nyilvánvalóan mind plusz kiadásba kerül, és akkor ön lesz az első, aki a költségvetés tárgyalásánál azt fogja kérdezni, hogy hová tűnt a pénz? Hová tűnt a pénz? Hát a helyzet az, hogy más feladatát nem tudjuk ellátni. És nem is akarjuk természetesen, mert akkor ez egy precedens teremtene, hiszen akkor boldog-boldogtalannak a munkáját, feladatát előbb-utóbb át kellene vállalnunk. Röviden ennyit. Van-e még napi rendelőti kérdések? Képviselő, tessék parancsolni, András képviselő úr. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. Tisztelt polgármester úr, tisztelt kormány megbízott úr, örülök, hogy itt van köztünk. Kérdéseim egy része önhöz fog csapódni. Hála jó Istennek, ilyen sikeres napunk van, hogy közvetlenül tehetjük fel majd a kérdéseket. Tisztelt testület, tisztelt jelenlévők, tisztelt televízió nézők. Polgármester úr, látom, a városban szépen épülnek a játszóterek, és ez nagy örömmel tört el. A rendőrségnél is, toronyház mögött is tényleg európai szintű játszóterek készülnek. Egy dolgot nem látok, és remélem, hogy még mivel a munkálatok nincsenek befejezve, így még ezt lehet korrigálni, például ivókutat.
Tehát aki kimegy játszótérre, annak nagyon fontos, hogy a gyerek ott tudjon inni. Viszünk magunkkal rendszeresen flakonba másfél liter, két liter vizet, vagy teát, vagy ami éppen a gyereknek kell, de egy nyomókút, az ivókút igen hasznos lenne. Illetve még egy, amit nem látok, hát egyéb szükségletek is megjelennek a gyerekeknél. Ezt most hagyd ne fejtsem ki bővebben, mindenki érti. És bizony gyakorlatilag úgy működik a történet, hogy annál a fánál a fiúk, a másik fánál meg a kislányok. Erre is kellene valami megoldást találni. Nem feltétlenül biztos, hogy egy 3 éves kisgyermeknél van arra idő, hogy majd az elkészülendő, szintén tűnik nagyon szép közvécénkhez időben a játszótérről odaérjen a szülő. Ennek ellenére én úgy gondolom, hogy nagyon komoly előrelépés lenne. Illetve a városban több szülő részéről egy igény, illetve egy kérés érkezett. Miszerint ha a rendőrségnél felújított játszótér körülkerítése megoldható lenne, ha még belefér a költségvetésébe ennek a történetnek, az nem lenne baj, mert sajnos tapasztalat, hogy ezeket a játszótereket nem csak a korosztálynak megfelelő fiatalok veszik igénybe, hanem bizony este, sötétedés után más korosztály is, aminek a következménye az, hogy törött üvegek, egyéb eszközök, időnként még egy-egy injekciós tű is előfordul. Éjszakára legalább zárható lenne legalább egy játszótér a városba. Máshol ezek megoldásra kerültek. Ha meg lehetne oldani, akkor ebbe az irányba kérném a segítségét polgármester úrnak, hogy a kivitelezőnél próbáljon hatni ebbe a kérdésbe. Kisújszállási út elkészült, örülünk neki. Nagyon szép, nagyon jó, apróbb észrevételeim lennének. Ugye a garanciális idő reméljük, hogy azért elég hosszú lesz ezzel az útnál. A Malomnál, a kanyarnál már most leszakadt egy 20 centi szélességbe a széle az útnak. Ha így folytatódik, akkor egy idő után ebből komolyabb gondok lesznek. De változatlanul nem értem. Tudom én, hogy nem a közút kezelő az, aki a kivitelező, hanem alvállalkozók a kivitelezők. De gyakorlatilag a felelősség igenis a közúté. Miért nem lehet azokat a csatorna fedőket, vagy nyílásokat úgy megoldani egy ilyen tényleg szép felújítás után, hogy az szintbe legyen? Nyilván polgármester úr is autózik azon az úton. Bizonyára tapasztalta, hogy szakaszonként bizony a lengés csillapító jelzi, hogy aknafedőhöz értem. Nem nagy ügyről van szó. Egyébként fölajánlom a segítségemet a közútkezelőnek, meg tudom mutatni nagyon jó prezentációval, hogy hogyan lehet alacsony költséggel megoldani, hogy az aknafedők milliméter pontosan egybeessenek a koptató futófelülettel. Kérem, ezt jelezzük a közútkezelő. Ha megoldható lenne a Bakondi Patrik urat, én szeretném, ha meghívnánk a legközelebbi testületi ülésre, mert mi itt, én elmondom polgármester úrnak, polgármester úr továbbítja, legalább személyesen tudnánk megbeszélni ezt a dolgot. Én úgy gondolom, hogy ha egy mód és lehetőség van rá, éljünk azzal, hogy hívjuk meg ide hozzánk a Bakondi Patrik urat. Szeretnénk néhány kérdést föltenni neki. Igen, bicikliút. Bicikliút kérdése. Ha jól emlékszem, egy barnamezős beruházás keretén belül komoly bicikliút fejlesztés várható a városban. Azt a pályázatot gyakorlatilag Karcag városa nyerte el. Az a bicikliút és a közútkezelői lesz, vagy
Itt ez számomra egy kicsit érdekes a kérdés, hogy elnyerünk egy pályázatot, amiből fölépíthetünk a városba egy nagyon hasznos, nagyon szép bicikliutat, de ugyanakkor mégsem a miénk lesz. Tehát gyakorlatilag a közútkezelő nyert egy pályázatot, mi dolgoztunk, mi elnyertük ezt a pályázatot, és a végén a közútkezelő viszi a babérokat. Ez csak egy kérdés. Illetve szintén közútkezelőnél tudok maradni, kedvencem a téma, nem tudok mit kezdeni vele. Van a városban még olyan út, ami szintén hozzájuk tartozik, és bizony az állaga folyamatosan romlik. Ez a Dózsa-György út például, amelyiknek a futófelülete, vagy úgynevezett koptatófelület egyre nagyobb szakaszon nagyon sok kívánnivalót hagy maga után. Aki közlekedik rajta, azt tapasztalja. És ami igen kellemetlen, itt egészen a belvárosba, tehát a nagyon szép Dérini művelődési házunk előtti szakasz is, hát finoman szólva hagy maga után kívánnivalót. Tehát ebbe a kérdésbe is úgymond noszogatni kellene a közútkezelőt, illetve van egy másik szakasz, a posta kereszteződés és a piac közötti szakasza részben Széchenyi István, részben Szent István sugárút, ahol szintén az út állapota egyre rosszabb. Én úgy gondolom, hogy egy-két tél, és akkor ott is komoly gondok lesznek. A tavaszi téli fagyok és a tavaszi olvadás általában nem tesz jót neki. Postai kereszteződés. Utóbbi időben elég gyakran tapasztalom, de gondolom önök is, hogy a nem kevés pénzből megépült közlekedési lámpánk nem működik. Nem működik, és olyan szinten nem működik, hogy még a sárga villogóra sem, tehát a vészhelyzetre sem vált át, teljesen elsötétedik, és majd x idő után jön, gondolom, egy karbantartó cég, vagy akárki, és valamit csinál, aztán működik megint egy darabig. Én úgy gondolom, hogy elvárható lenne egy ilyen nem túl régi beruházástól, amik nem kevés pénzbe került a városnak, az adófizetőknek, hogy hát azért ne egy éven belül dobja be a törölközőt. Hát úgy nagyjából, ami a városra vonatkozik, és kormánybiztos úr, vagy bocsánat, kormány megbízott úr, megelőlegeztem. Nagyon sok sajtóhír jelent meg az utóbbi időben, és nagyon jó, hogy így meg is tudom kérdezni, hogy az elmúlt időszakban gazdaságpolitikájának következtében a költségvetés hiánya nagyon elszállt, megközelítette a 30 ezer milliárd forintot. Mennyire hiteles ez az adat, milyen hatása van esetleg ránk, illetve az előbb ön által elmondottak szerint én úgy értelmeztem, hogy városunk is és több település számára is pénzparipa fegyver az elkövetkezendő időszakban rendelkezésre áll. A hírek lehet, hogy fake news, de én nagyon örülnék, hogyha megnyugtatnának. A hivatkozás egyébként a pénzügyminisztériumra mutat. Nem tudom, ha ön megnyugtat, az nagyon jó lesz. Ez az egyik. A másik, ami szintén esetleg a várost is érdekelheti, vagy érintheti is, szintén sajtóhírek, nem hivatalos, pályázati pénzek visszafizetését kérni, illetve szorgalmazza a kincstár. Ennek mennyi valós alapja lehet, illetve polgármester úrhoz is szól részben, érinte ez esetleg bennünket. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm szépen. Lehet, hogy nem említettem az elején, képviselő úr, én nem tartozom a kormány tagjai közé, tehát a kormányt érintő kérdéskörre nem tudok önnek válaszolni.
Nyilván a megnevezés az kormánynak bízott, de nem a kormány tagjaként, úgyhogy erre nem tudok válaszolni, kérem ezt a kérdést esetleg egy kormánytagnak feltenni. A kincstár vonatkozásával szintén nem tudok válaszolni, hiszen a kincstár egy teljesen önálló szervezet, a kormányhivataltól külön működő szervezet. Én azt gondolom, hogy így is van rendjén. Úgyhogy az esetleges kincstárral kapcsolatos visszafizetési kötelezettségről javaslom a kincstár vezetését megkérdezni. Valóban, hogy ne keserítsem el teljesen a pénzparipa fegyver vonatkozásában, én azt mondtam, ha jól emlékszem, hogy minden lehetőséget megragadott a város annak érdekében, hogy a fejlesztéseket meg tudja valósítani, hiszen ez erre eddig lehetőség volt. Biztos vagyok benne az elkövetkezendőben is, tudomásom szerint, és ezt nem csak én, hanem sajtóhírekből azért lehet olvasni, hamarosan a kormány elé kerül a modern kisvárosok és falva program, amely én azt gondolom, hogy hasonló mértékű és hasonló lehetőséget nyújt majd a kisebb városoknak, illetve a falvaknak, kisebb településeknek, mint ahogy ez a modern városok programjában megtörtént az elmúlt időszakban. Úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy az ön által említett pénz, paripa, fegyver, még ha nem is ilyen formában, de rengeteg olyan lehetőség adódik majd Karcakhoz hasonló városok vonatkozásában, akár útfejlesztésre, akár infrastruktúra fejlesztésére, amely azt gondolom mindenki megelégedésére szolgálhat. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen a választ, tisztelt képviselő úr, a játszóterekre térünk akkor vissza, nagyon örülünk valóban mind a két játszótér modernizálásnak, örülök, hogy ennek is elnyerte a tetszését még, és még hiszem, hogy sokaknak, másoknak, ez a, megszoktuk már itt Karcakon, hogy mindig van legalább két ilyen kötőszó, a de, vagy a csak, hogy valami még mindig nem stimmol a dologgal. Nagyon őszinte leszek, a játszóterekre az összes erre szánt pénzt felhasználtuk, jelen pillanatban nincs lehetőségünk és nem is tervezünk további fejlesztést ott, tehát bármennyire is jó lenne egy fedett játszóteret elképzelni, szökőkúttal, pelenkázóval és a többi, nem tudunk egyelőre erre gondolni. A pénz keret erre ki lett merítve. Nagyon jól tudjuk mindannyian, hogy ezek a pályázatok egy becsült költséggel lettek beadva az ország minden részén. Körülbelül 3 évvel ezelőtt. Azóta az árak, ezt is nagyon jól tudja mindenki, bőségesen mentek fölfelé, legyenek azok anyagárak, legyenek azok tervezőidíjak, munkadíjak, stb. Úgyhogy nincs arra ebben a pályázatban több pénz, hogy egyéb más kiegészítőkkel el tudjuk látni, bármennyire is szeretnénk, akár kerítésről legyen szó, vagy valami másról. Ha meg lesz a fedezete a későbbiekben, akkor természetesen gondolkozhatunk erről, és nem vetem el a dolgot semmiképpen, de őszintén mondva a keret kimerült. Ez a része kimerült, és nem tudunk tovább ezzel jelenleg foglalkozni. Kisújcálási út és minden más egyéb közúttal kapcsolatos észrevétele bennünket is bosszant természetesen, hiszen valóban mi is itt járunk, itt élünk, ezt használjuk, minden egyes alkalommal jelezzük is ezt a közút kezelő felé. Mi sem vagyunk boldogok, nem örülünk annak, hogy ez az út, ami elkészült, az valóban a csatornafedelek miatt egy kicsikét döccenősebb, nem örülünk a villanyrendőr meghibásodásának és a többi. Mi ennél többet nem tudunk tenni, mint az, hogy noszogatjuk őket, és természetesen azonnal jelezzük ezeket a hibákat. Hát remélem, hogy új kerékpárút az marad a mi kezelésünkben, tehát ezért mindenképpen meg fogunk üzenni, hogy ez ne kerüljön át sehova, és akkor mi gazdái leszünk annak a kerékpárútnak. Azt nem tudom megígérni, hogy ide fel tudom kínálni önnek Bakondi Patrikot. Éppenséggel megpróbálkozhatunk a meghívásával, nagyon kicsi esélyét látom annak, hogy Mokros Tendői mellett eljöjjön egy karcagi testület ülése. Gondolkozunk ezen. Szerintem ő is csak annyi pénzből tud egyébként gazdálkodni, amennyi a rendelkezésére áll. Tehát itt azért vannak pénzügyi nehézségek máshol is, tehát vannak határok.
Ennyit tudnék mondani, és még csak annyit, hogy mondjak már képviselőnek, hogy az idővel takarékoskodjon, mert tudja nagyon jól, hogy van egy ilyen napirend előtti kérdéseknél is egy időkorlát, aztán ne éljünk vissza egymás türelmében semmiképpen sem. Tehát röviden, tömören tessék megfogalmazni legközelebb a mondandót. Van-e további napirend előtti kérdések? Képviselőasszony, tessék parancsolni. Nagy László Erzsébet képviselőasszonyi a szó. Köszönöm szépen, tisztelt polgármester úr, kormány megbízott jegyző úr. Én a képviselőtársam utolsó felvetésére szeretnék válaszolni, illetve pontosítani, mert bizonyára tehát felelős képviselőként átnézi a jogszabályokat, és nem csak a hírekből értesül, és olyan információkkal, illetve kérdéseket tesz fel, akár televízió nézők előtt, ami megvezetheti a lakosságot és az érintetteket is. A magyar kormány a jogszabályváltozásra tekintettel nem követel vissza, és nem kér vissza semmilyen uniós forrást. Ezt azért, ha tájékozódott a jogszabályról is, nem kellett volna akár a napokban közé tett pénzügyminisztériumi közleményt sem elolvasni hozzá, csak magát a jogszabályt. Összesen arról szól ez a jogszabályi változás, hogy az Európai Uniós forrásból kiutalt előlegeket a Magyar Államkincstárnál vezetett számlán kell kezelnie az önkormányzatoknak, tehát nem a kormánynak kell visszautalni, nem a Magyar Államkincstárnak kell visszautalni, hanem a Magyar Államkincstárnál vezetett számlán kell kezelniük, kizárólag abban az esetben, hogyha a támogatás meghaladja az 50 millió forintot, és ebből még a fel nem használt részt október 30-ig nem használják fel. Tehát azokat az előlegeket, amiket felhasználnak október 30-ig, át sem kell vezetniük a Magyar Államkincstárnál vezetett saját számlájukra. Tehát a saját költségvetésükön belül marad az előleg, nem kerül vissza a kormányhoz, nem kerül vissza a pénzügyminisztériumhoz, a támogatóhoz, nem annak a visszakérésről van szó. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Van-e még napi rendelőt kérdés? Egy válaszom, vagy egy kérdésem lenne képviselőtársam. Nem, arra nincs lehetőség, hozzám lehet kérdést intézni semmi. Most ez nem egy ilyen vita, ezt meg lehet egy bizottságülésen tenni. Tipikusan hozzám lehet feltenni a kérdéseket, engem lehet interpellálni. Tessék parancsolni. Köszönöm szépen. Polgármester úr, elfogadom képviselőtársam válaszát, de én úgy tudom, és itt jön a karcag ide, hogy abban az esetben, ha mondjuk az államkincstár kezeli ezeket a számlákat, vagy egy számlán ezt a nagyobb összeget, jóval nagyobb lesz a kezelési költség. Mint mondjuk ez elérhető lenne egy kereskedelmi banknál. Ez én úgy gondolom, hogy megjelenik önkormányzati szinten is. Itt a kérdés az lett volna, hogy érint-e bennünket egyébként ez a dolog. Ha ez nem érint, akkor ez örömmel konstatáljuk. Köszönöm szépen. Röviden csak annyit, hogy a képviselő által feltett kérdés, illetve gondolat nem állja meg a helyét. Van-e napi rendelőtti egyéb más kérdés? Amennyiben nincs, javaslom, hogy térjünk rá a napi rendek megtárgyalására. Első napi rendi pontunk, beszámoló a Karcagvárosi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének első félévi végrehajtásáról. Egy kicsit meggyorsítva, a megtörtént a végrehajtás, természetesen minden olyan alaptételt figyelembe véve, amit felállítunk egy költségvetés kialakításánál, tehát az legyen az adósági egyensúly megtartása, a fizetéképesség megőrzése, takarékosság, stb. Stb. Ettől függetlenül szükséges ezeknek a folyamatos vizsgálata, ellenőrzése. Vitára bocsátom a napi rendi pontot, van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Képviselő úr, Karcoli Nagy Zoltán képviselő úr, bizottság, szakbizottság elnöke kér szót. Tessék parancsolni. Köszönöm szépen a szót, tisztelt polgármester úr, jegyző úr, képviselőtársak, kedves jelenlévők, tisztelt televíziónéző. Az önkormányzat 2018 évi költségvetésének első félévi végrehajtásáról szóló beszámolóját alapján véleményem szerint összességében megállapítható, hogy a kiadás az első fél évben megfelelő ütemben
a fedezet folyamatos biztosításával valósult meg. A költségvetési egyensúly és mindenkori fizetőképesség megtartása érdekében azonban mindenképpen szükséges a költségvetés végrehajtásának folyamatos felülvizsgálata és ellenőrzése. Mind az önkormányzatnak, mind pedig az intézményeknek mindent meg kell tenniük a bevételek realizálására és a kiadások bevételi forrásokhoz viszonyított szinten tartása érdekében. A beszámolót a Pénzügyi Fejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság hétfői ülésén megtárgyalta, elfogadta és a testületnek is elfogadásra ajánlja. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen a kiegészítést, van a további jelentkezés. Első napirendi pont apropóján elfogadásra javaslom én is, tudjuk-e támogatni? Igen, nem, tartózkodás, 8 nem. Igen. Két nem. 8 igen, és 2 nem ellenében elfogadásra került az első napirendi pontunk. Második napirendi pontunk, javaslat a Karcsonyvárosi Önkormányzat 2018 évi költségvetéséről szóló 1/2018 rendelet módosításáról szól. Törvényi kötelezettségünknek teszünk eleget akkor, amikor ezt megtesszük, és természetesen praktikusági okok is vezérelnek bennünket, az átható tételeket vezetni kell, és így korrekt ez a módosítás. Kérdés hozzászólás van ezzel kapcsolatban, Karcsonyvárosi Zoltán szakbizottság elnöke, kér szót, tessék parancsolni. Köszönöm szépen a szót. A vonatkozó jogszabályi előírások alapján a képviselőtestület a költségvetési rendeletet meg negyed évente módosítja. Jelen javaslata a júniusi módosítás óta eltelt időszakban ismerté vált előirányzat változásokat tartalmazza. Engedjék meg, hogy néhány jelentősebb tételt kiemeljek. A bevételi oldalon kötelező feladatainkhoz működési célra összesen 55.965.230 forint működési támogatást kaptunk. Közfoglalkoztatás támogatására önkormányzati szinten 61.893.310 forint támogatás érkezett. Felhalmozási célú támogatásként a belterületi járdák felújítására benyújtott pályázatunk közel 30 millió forintos összege került beépítésre, melyhez önkormányzatunk további 10 millió forint saját forrást biztosít. A kiadási oldalon a beépített bevételek meghatározott feladatokra lebontása és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások történtek meg intézményi és önkormányzati szinten. Jelen módosító javaslat összességében tehát 258.451.579 forint összegű bevételi és kiadási előirányzat növekedést tartalmaz, melynek figyelembevételével Karcsonyvárosi Önkormányzat 2018 évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 7.011.057.988 forintra módosul. Bizottságunk ezt is megtárgyalta, elfogadta és a testületnek elfogadásra ajánlja. Köszönöm szépen! Nagyon szépen köszönöm, minden fontos adatot megismerhetünk most a hozzászólásból. Van-e további észrevétel, felvetés? Szavazzunk akkor a javaslatról, aki tudja támogatni, jelezze. Igen, nem, tartózkodás, 8, igen, és most nem tudtam eldönteni, hogy nem vagy tartózkodás. 2 nem ellenében elfogadásra került a második napirendi pontunk. Harmadik napirendi pontunk következik, beszámoló a Karcsonyi Többszélú Kistérségi Társulás Bölcséde Intézménye 2017. évi működése és szakmai munkájáról. Köszöntöm körünkben Németné Szilágyi Ilona megbízott intézményvezetőt. Először is kérdezem, hogy kíván-e szóbeli kiegészítéssel élni. Rendben van, tessék parancsolni, öné a szó. Köszönöm szépen a lehetőséget polgármester úrnak, hogy bemutathatom az intézményünk tevékenységét. Bölcsödénk a gyermekjóléti alapellátás részeként a 0-3 éves korú kisgyermekek napközbeni ellátását, gondozását, nevelését végzi, szem előtt tartva és figyelembe véve a ránk bízott kisgyermekek életkori és egyéni sajátosságait.
a gyermekek ellátásával kapcsolatos tevékenységeinket, a bölcsődei gondozás, nevelés alapelvei és a mindenkori módszertani irányelvek határozzák meg. Természetesen középpontban a kisgyermekek állnak. Két telephelyen, 7 csoportban végezzük munkánkat, a Varúti székhelyen 56 fő, a Széchenyi Sugárúti telephelyen 42 fő a felvehető gyermekek száma. Kisgyermeknevelőink a 15/1998-as NM rendeletben előírt szakképesítéssel rendelkeznek, és pontszerzési kötelezettségeiknek eleget téve folyamatosan szakmai továbbképzéseken vesznek részt. Ugyanez a rendelet határozza meg a bölcsődei csoportokba felvehető és gondozható gyermekek számát, ami 12 főbe van meghatározva. Az intézményben a gyermekek felvétele elméletileg egész évben folyamatos, gyakorlatban azonban az, hogy az előzetes jelentkezők beszoktatása után, ami szeptembertől általában december végéig vagy január közepéig tart, az intézmény kapacitása teljes mértékben feltöltődik, így évközben nem nagyon van lehetőségünk a gyermekek felvételére. Intézményünk saját főzőkonyhával rendelkezik, amely megfelel a HACCP előírásoknak, századag étel előállítására van engedélyünk, és itt meg szeretném említeni, hogy olyan gyermekek, akik ételallergiában szenvednek, ha rendelkeznek szakorvosi véleménnyel, akkor az ő számukra is tudjuk biztosítani az étkeztetés a bölcsödénkben. Intézményünk kihasználtsága mutatja, hogy városunkban nagy szükség van a bölcsőde szolgáltatására. A 2017-es évben 140 család számára tudtok biztosítani a gyermekeik napközbeni ellátását, lehetővé téve azzal, hogy a szülők munkába állhassanak, vagy a tanulmányaikat folytathassák. Jelenleg is várólista van az intézményünkben, és elmondhatom, hogy már a 2019-es 20-as gondozási nevelési évre 18 gyermek neve került föl erre a listára. Eddig is próbálkoztunk, és próbáljuk megoldani, hogy minden hozzánk forduló szülő számára megfelelő megoldást szülessen gyermekeik bölcsődei elhelyezésével kapcsolatban. Végül, de nem utolsó sorban pedig polgármester úrnak, az önkormányzatnak és a társulási tanácsnak szeretném megköszönni, hogy intézményünket támogatja és segíti a működésünk, a bölcsődénk működésének zavartalan feltételeit. Köszönöm szépen! Mi is köszönjük a szóbeli kiegészítést. Vitára bocsájtom a napirendi pontot, kérdés, hozzászólás van ehhez. Nagyné László Erzsébet képviselő asszony, tessék parancsolni. Tisztelt polgármester úr, jegyző úr, tisztelt jelenlévők, tisztelt intézményvezető asszony. Szeretném tájékoztatni a képviselőtestületet, hogy a Karcagvárosi Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottsága szeptember 19-i ülésen megtárgyalta a beszámolót a szakmai tevékenységről, és azzal javasolja elfogadásra a képviselőtestületnek, hogy a további munkájukhoz további kitartást, erőt, egészséget kíván, és megköszönte a bizottsága eddigi munkáját az intézmény vezetőinek, és kérte attól, hogy továbbítsa ezt az intézmény minden dolgozójának, mind szakmai, mind műszaki, karbantartási kisegítő területen. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! A szóbeli kiegészítés van-e további? Pánti Ildikó képviselő asszony, tessék parancsolni! Tisztelt polgármester úr, jegyző úr, képviselőtársaim, kedves jelenlévők és kedves televíziónézők! Mint minden intézménynek, szervezeti egységnek a jelenén, a jövőjén kívül van múltja is, s vannak olyan nagy elődök, akik ezeket az egységeket létrehozták. Így van ez a bölcsődék esetében is. Örömmel mondhatjuk mindezt, városunk esetében, hiszen a városban már 1949-ben a Vasút utcán, ahol ma is működik a bölcsőde, már hoztak létre idény jelleggel gyermekintézményt, amelyet annak idején a Nőbizottság működtetett.
1952-ben az akkori városi tanács átvette, és ez üzemeltette. 1952. májusától két bölcsőde is üzemelt a városba, a másik a Püspökladány út 33 szám alatti bölcsőde, amelyben sokáig évtizedekig üzemelt a város másik bölcsődéje, mert igény volt rá. A korábbi bölcsőde telephelye, vagyis ennek a bölcsődének a telephelye valamikor a Madarasi úton volt, és ezt annak idején, főként a nyári nagymunkák idején az akkori béketermelő szövetkezet fenntartásában üzemelt. 1952-ben 20 fővel indult a városi tanács szervezésében a bölcsőde, 4 fő személyzettel, 2 gondozónővel, 1 mosónővel, 1 takarítónővel. Az ellátást a városi konyha biztosította. Népszerű lett a bölcsőde, és az ott dolgozók megbecsülték munkahelyüket, onnan mentek nyugdíjba. A városi tanács abban az időben a szakember gondok megoldására a városban jó nevű és jó képzést nyújtó gyermekgondozónői képzést is szervezett. Nagyon sok vidéki gondozó is érkezett ide és részesült a képzésbe. Nem csak a gyermekek, hanem az igény is megnövekedett a bölcsőde iránt, és nem csak a gyermekek nőtték ki, hanem maga az intézmény is. És így adták át 1974-ben a jelenlegi Varróti bölcsődét 60 fős férőhellyel. És meg kell említenem a bölcsőde két legendás orvosát, akik évtizedekig gyógyították a kis rászorulókat. Talán még nagyon sokan az itt lévők közül is gondozottjaik voltak, illetve gyógyításban részesültek általuk, dr. Cseppentő Rózsika és dr. Mohai Ferenc főorvos úr. A kegyelet őrizze emléküket, és őrizze a kegyelet a bölcsőde valamennyi dolgozójának emlékét. Ez a múlt. A jelen, a jövő, az pedig most íródik. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen ezt a szép történelmi visszaemlékedést. Mindenképpen tanulságos volt, aki járt bölcsődébe annak is, aki nem járt bölcsődébe annak is. Van-e további jelentkezés a témával kapcsolatosan? Tisztelt képviselőtestület, hölgyeim és uraim, én úgy gondolom, hogy többször is említette képviselőasszony azt, hogy igény van a bölcsődére, és most én úgy gondolom, hogy megint abban az időszakban vagyunk, amikor egyre nagyobb az igény. Ez mindenképpen pozitív, mert ez azt jelentheti, hogy egyre több gyermek születik városunkban egyfelől, másfelől a szülők is találnak munkát, tehát ahogy hallhattuk intézményvezető asszonytól, egyrészt ezért ezt adják be, hogy munkába tudjanak állni, vagy éppen a tanulmányokat folytassák, és ezt olvasható volt a anyagban is, és mind a kettő egy pozitív dolog. Úgyhogy nekünk azon kell munkálkodni, hogy az a bizonyos harmadik pavilon, ami most jelen pillanatban üresen áll, és nyilvánvalóan azért lett az leszeparálva, illetve lezárva, mert volt olyan időszak, amikor nem volt annyi gyerek, hogy el lehessen ott helyezni, most ismételten meg kell, hogy újuljon, és erre vannak is pozitív jelek mindenképpen, hogy ez előbb-utóbb meg fog történni. Tehát az igényt akkor ki is tudjuk elégíteni az irányú igényt. Nem tudom, jól emlékszem, hogy jelenleg 18 várólistás van a következő esztendőre. Igen, hát ez körülbelül egy csoportnyi, tehát éppen egy pavilonnyi gyermek nagy valószínűséggel. Hát azon kell ügyködnünk, dolgoznunk, hogy akkor ez a harmadik pavilon rész is felújítása, megújulása kerüljön. Én magam is minden nevében köszönöm a nagyon magas színvonalú nevelőmunkát, a bölcsőde
igazgatójának és minden dolgozójának kérem, hogy tolmácsolja ezt, és természetesen elfogadásra javaslom a napirendi pontot, aki velem egyetért, kérem, jelensze, igen, nem tartózkodás nélkül egyhangulat fogadtuk el. További jó munkát kívánunk ebben a nevelési intézményben. A negyedik napirendi pontunk tájékoztató a Karcagi Többcélú Kisténységi Társulás 2015. évi működéséről, eredményéről és célkitűzéseiről. Mint ahogy nagyon jól tudjuk, 5 település tartozik ehhez a kis térségi társuláshoz, Berekfürdő, Karcag, Kendőes, Kisújszállás és Kunmadaras település, és nagyon összetett a munkája, nagyon összetett intézményrendszerrel, rendelkezik úgy, mint a Szociális Szolgáltató Központ, Idősek Otthona és Házi Orvosi Intézmény, pontosan a Bölcsőde intézménye, a GYAO, a Gyermekek Átmeneti Otthona, illetve a Kisújszállási Szociális Otthon, úgyhogy szerteágazó tevékenységet végez a kistérségi társulás, a hivatal ebben az ügyben, és természetesen minden intézmény külön-külön is. Hát csak az tetszenek emlékezni, hogy hány napirendi pontot tárgyaltunk, például a Szociális Szolgáltató Központ átalakítása okán, tehát rendkívül színes a paletta. Nagy munkát végeznek, és szép munkát végeznek. Vitára bocsátom a napirendi pontot, ezt a tájékoztatót, kérdés, hozzászólás, vélemény van ezzel kapcsolatban. Elfogadásra javaslom a tájékoztatót, igen, nem, tartózkodás nélkül egy hangulat támogattuk, köszönöm szépen, és ott is minden intézmény vezetőnek és minden munkatársnak kitartó és jó munkát kívánunk, a hivatal munkatársai is értendő, ez akik ezzel foglalatoskodnak. 5. napirendi pontunk, javaslat a Györfi István Megtú Múzeum szerzetés működési szabályzatának jóváhagyására. Itt végtelen egyszerű a helyzetünk, mert a hírmondó székhelye megváltozott, amit az alapító okiratban is jelezni kell, és ez maga után vonja az SMS módosítást. Kérdés, hozzászólás van ehhez? Tudjuk-e támogatni? Igen. Nem, tartózkodás nélkül egyhangulag fogadjuk el, köszönöm szépen. 6. napi rendi pontunk, javaslat a Karcag Város vízi közműveinek 2019-2033 évekre vonatkozó gördülő fejlesztési tervére. Itt a terv készítője egy törvényi eljárásnak kell, hogy megfeleljen, hiszen 15 éves távlatra előre kell leírni azokat a terveket, azokat a megvalósítandó feladatokat, ami ezen a hosszú távon egyáltalán belátható, hiszen a terv az olyan, hogy az mindig változhat, és nyilvánvalóan az észszerűség és a szükségszerű dolgoknak a megjavítása, átalakítása az mindig fontos és prioritást élvez. Az, hogy mi van egy tervbe lefektetve olyan időtávlatban, hogy 2033 lehet, hogy már nem is élünk. A terv az olyan, hogy én is azt tervezem, hogy holnap elrepülök Honoluluba, aztán két egyéb hivatalos program ezt megakadályozza, hogy át kell állítanom ezt az egész dolgot. Mindenesetre nagyon fontos, mert stratégiai jelentőségű mind az ivóvíz, mind pedig a szennyvíz kezelése, úgyhogy nagyon oda kell figyelni. Köszöntöm körünk a PRV két munkatársát, mint a Katalint és Fodor Miklós urat, és utána bocsátom a napirendi pontot, van-e kérdés, hozzászólás ezzel kapcsolatosan. A szakbizottság megtárgyalta és támogatta a javaslat elfogadását. Jelenkezést nem látok, ha tudjuk támogatni, mi is jelezzük. Igen, nem, tartózkodás, 8 igen, 2 tartózkodás, nem. 2 nem, lassabban fogom mondani, hogy könnyebb legyen reagálni, elfogadásra került a javaslat. Köszönöm szépen. 7. napirendi pontunk, javaslat a 2019. évi Bulza Hungárika felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázathoz való csatlakozásra és a pályázathoz költségvetési előirányzat biztosítására. Tisztelt képviselőtestület, minden évben visszatérő téma, minden évben döntenünk kell erről, és minden évben eddig még pozitívan döntöttünk. Ez egy szociálisan rászoruló diákoknak szóló pályázati rendszer, ami a felsőoktatásra irányul, a felsőoktatásban tanulókat segíti, támogatja ez a lehetőség. 2000-ben indult útjáról, és eddig minden évben a Karcagváros önkormányzatának képviselőtestülete támogatta ezt a kezdeményezést. Jelen esetben 4 millió forintra tesz a
előterjesztés javaslatot, én úgy gondolom, hogy azt hiszem tavaly is pontosan ugyanennyi volt, 4 millió forint, hogy most ismételten ennyivel érdemes ezeket a diákoknak lehetőséget biztosítani a pályázathoz. Kérdés, hozzászólás van ezzel kapcsolatosan? Bizottság támogatta. Tudjuk-e támogatni? Igen. Nem, tartózkodás nélkül egyhangulat fogadtuk el. Köszönöm szépen. 8. napirendi pontunk, javaslat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására a kiírt pályázat megvalósításához kapcsolódó közbeszerzés megindítására. Tisztelt képviselőtestület, az a hosszú cím annyit takar, hogy a belügyminisztériumtól kapott X összeget, 30 millió forintot a szükséges rosszabb állapotú járdáknak a felújítására kívánja az önkormányzat felhasználni, és ehhez a közbeszerzés megindítása szükséges. Kérdés, hozzászólás van ehhez? Tudjuk-e támogatni? Igen, nem, tartózkodás nélkül egy hangulat fogadtuk el. Köszönöm szépen! 9. napi rendi pontunk javaslata, Karcag Ohio tér 2 szám alatti 3 és 4-es számú nem lakás céljára szolgáló helyiségek Audiofon Kft. Részére történő bérbeadására. Gazdasági tanácsadó testület ülésen tárgyaltuk már ezt a témát, hallásvizsgálattal foglalkozik a cég, ahogy a nevéből is kiderül. 2 üres helyiség állott a rendelkezésén, javaslom, hogy adjuk bérbe. Mindenképpen egyrészt a lakosságnak is jó, hogy van egy ilyen szolgáltatás, nekünk meg jó, hogy van egy kis bevételünk ebből, és hogyha jól látom, a havi bérleti díj az 60 ezer forint per hó plusz áfa, miután 2 üzlethelyiségről van szó, úgy gondolom, hogy egy teljesen korrekt ár. A GTT javasolta ennek a elfogadását, támogatását, bizottság is. Vitára bocsájtom, van-e kérdés, hozzászólás? Tudjuk-e támogatni? Igen. Nem, tartózkodás nélkül egy hangulat fogadtuk el. Köszönöm szépen. 10. napirendi pontunk. Javaslatok az, hogy Dózsa György úr 2 szám alatti 43 négyzetméter alapterületű nem lakás céljára szolgáló helyiség Ökrös és Ökrös Kft. Részére történő bérbeadására. Korábban ezt a helyiséget a Triadom Kft. Bérelte, ami a Kft. Felmondta a bérleti szerződést, megüresedett, és ezt a helyiséget céloztam az Ökrös és Ökrös Kft. 45 ezer forint per hó plusz áfa bérleti díjért. Kérdés, hozzászólása van ehhez? Tudjuk-e támogatni a bérbeadást? Igen. Nem. Tartózkodás nélkül egy hangulat került elfogadásra. Köszönöm szépen. 11. napirendi pontunk, a jelentések. 22 darab jelentés található az anyagban. Bármelyikhez van-e valakinek kérdése, észrevétele? Ha nincs, akkor szavazzunk. Aki támogatja, jelezze igen. Nem. Tartózkodás nélkül egy hangulat fogadtuk el. Köszönöm szépen. Tisztelt képviselőtestület, az átülés és a napirendek megtárgyalásának a végére értünk. Bejelentem, hogy legközelebb munkaterv szerint 2018. október 25-én csütörtökön 15 órai kezdettel ülésezik a képviselőtestület. Kérdezem, hogy van-e erre az ülése valakinek napirendi ponti javaslata? Ha nincs, akkor megköszönöm a képviselőtestület tagjainak a megjelenését, aktivitását, a hivatal munkáját, a kedves meghívottak részvételét, érdeklődését, további szép napot kívánva a mai testületi ülést bezárom. A háttér külön kiadása következik. A végéhez közeledik a Városháza és a Dériné Kulturális, Turisztikai Sportközpont és Könyvtár épületének energetikai korszerűsítése. A Városháza Dériné energetikai fejlesztése TOP kötőjel 3.2.1 kötőjel 15 kötőjel JN1 kötőjel 2016 kötőjel 00024 pályázat, a terület és település fejlesztési operatív program önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése tárgyú pályázati felhívás keretében került benyújtásra. Karcag városi önkormányzat a pályázat keretében két tulajdonában lévő intézményépület, a város
Városháza és a Dériné Kulturális Turisztikai Sportközpont és Könyvtár energetikai fejlesztését valósítja meg. A projekt kezdete 2017. október 1-e, a projekt fizikai befejezésének tervezett napja 2018. december 31-e. Az igényelt támogatás 250 millió forint, a támogatás mértéke 100%-os. A Városháza és a Dériné Kulturális Turisztikai Sportközpont és Könyvtár épülete az elmúlt években részlegesen korszerűsítve lett, de ezek többsége külső energetikai felújítás volt, állagjavítás és akadálymentesítés. A jelenlegi projekt a további energetikai korszerűsítéseket célozza meg, a hátralevő nyilázárók cseréjét, hőszigeteléseket, fűtés és világítás korszerűsítést. A Városházánál az északi és keleti oldalon az összes homlokzati nyilázárót új hőszigetelt üvegezésű fa ablakokra cserélik. A belső udvarban az előző városreha projektben nem érintett összes nyilázzárót, valamint a bejárati ajtókat kicserélik, hőszigetelik a padlástéri zárófödémeket, valamint ide új kazánház helyiség épül a fűtési rendszer korszerűsítéséhez. Az épületben három darab zárt, alacsony hőmérsékletű, változó térfogatáramú melegvizes fűtési rendszer kerül kiépítésre, helységenkénti szabályozhatósággal, külső hőmérséklet követő szabályozással. A radiátoros fűtést három egyenlő fűtési körre bontják, melyek szabályozhatóak lesznek a külső hőmérséklet függvényében. Az energetika mellett világítás korszerűsítés is lesz. Az első emeleti egyes díszterem és kettes tárgyalóterem, illetve a polgármesteri tárgyaló, valamint a lépcső pihenőjében lévő díszes csillárok, állólámpák és falikarok kivételével teljesen lecserélik a lámpatesteket. A korábbi elrendezés is megváltozik az ablakokkal párhuzamosra. Mindenütt LED fényforrással rendelkező lámpatesteket szerelnek fel. A Dériné Kulturális Turisztikai Sportközpont és Könyvtár épületében a kazánházi épületrészen a régi, korszerűtlen acélnyilázzárókat műanyag szerkezetű 5 kamrás tokkal és szárnyakkal hőszigetelt üvegezésű nyilázzárókra cserélik, elbontják a meglévő kopott üvegezést, helyére felfalazás készül itong falazó elemekből. Korszerű, energiatakarékos és szabályozható fűtési rendszert alakítanak ki, ami a gázhálózatot és a fűtéskör részben átépítését vonja maga után. A fűtési igényeket a kazánházban elhelyezett egy-egy darab Weissmann Vitodense 200 watt, 105 kW és 80 kW kondenzációs zárt égésterű faligáz kazánok fogják kiszolgálni. A munkaterület 2018. február 19-én került átadásra. A kivitelezési határidő 2018. október 6-a. A terveknek megfelelően halad a Zöldfa úti óvoda korszerűsítése. A pályázat a terület és település fejlesztési operatív program TOP 1.4.1-15 a foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állás segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével tárgyú pályázati felhívás keretében került benyújtásra. A Karcagvárosi Önkormányzat a 104/2016 4. hó 28-i KTS határozatával döntött arról, hogy 200 millió forint visszanemtérítő támogatás elnyerése érdekében támogatási arány 100% benyújtja a pályázatot a kiírt pályázati felhívásra. A pályázó Karcagváros Önkormányzata. A projekt címe a Zöldfa úti óvoda korszerűsítése. A projekt kezdete 2017. szeptember 1-e. A projekt fizikai befejezésének tervezett napja 2019. augusztus 31-e. Az igényelt támogatás 200 millió forint, a támogatás mértéke 100%-os. A Karcag Zöldfa út 32 szám alatti óvoda épületén teljes körű korszerűsítést és felújítást kell végezni, a hatályos és vonatkozó épületenergetikai rendelet előírásait figyelembe véve. A tervezés fontos része az épület aszbesztmentesítése, valamint projekt arányos akadálymentesítése. Ennek megfelelően szükségessé válik egyes helyiségek funkció kapcsolatának újbóli meghatározása. Mindemellett fontos cél a homlokzatok megjelenésének építészetileg történő felfrissítése. Építészeti, felújítási, korszerűsítési munkák részletezése. Az épület hőtechnikai adottsága
adottságainak javítása és az egész épület hűvesztességének csökkentése érdekében, a határoló falak és lábazat, a lapos tetű utólagos hűszigetelése, valamennyi határoló falban lévő faszerkezetű nyilázáró cseréje, lapos tető csapadékvíz elleni szigetelésének felújítása, az aszbeszt-cement tartalmú hullámpala tetőfedés cseréje, a lapos és magas tetős épületrész valamennyi bádogos munkájának cseréje. A belső nyilázárók közül csak a nagy forgalmú helyiségek ajtaja kerülnek cserére, a többi felújításra kerül. Belső padló és faburkolatok cseréje, szükséges helyeken az akadálymentesítési szabályokat betartva. Beltéri falazat és mennyezet általános felújítása, akadálymentes WC megvalósítása, akadálymentes parkoló kialakítása, illetve a parkolótól az épület főbejáratáig vezető megközelítés útvonalának az akadálymentesítése, épület körüli járda cseréje, új utcafronti kerítés kialakítása, meglévő alapozás felhasználásával. További nem építészeti jellegű felújítási, korszerűsítési munkánk. Az elektromos belső hálózat és szerelvények felújítása, személyi kapubejárótól a főbejáratig a térvilágítás kialakítása, kazáncsere fűtés korszerűsítés, udvari gázvezeték korszerűsítése, vízhálózat korszerűsítése, szennyvízhálózat átalakítása a épületen belül, helyiségek direkt, indirekt szellőzésének megoldása, ivókút, kerti csap, locsolócsap kialakítása a belső udvarban, egyéb föld alatti udvari közművezetékek felújítása azonban nem történik, napkollektorok beépítése. Az épület bruttó beépített területe 642,71 négyzetméter. A projekt keretében cserélve lesznek a csoportszobák bútorzatai. A gyermekek számára óvodai székek és asztalok beszerzését azok jelenlegi állapota indokoltá teszi. Az óvodai melegítő konyha bútorzatának, berendezéseinek fejlesztése, cseréje történik meg a mindennapi étkezés gördülékenysége érdekében. Az udvari játékok fejlesztésre kerülnek, a nagy udvar lehetőséget teremt a mozgás kultúra fejlesztésének gazdag. Az udvari játékok alatt jelenleg fővény található, amely valamennyi régi és új játék alatt a modern kor igényeit kielégítő gumialapra cserélve lesz. Az udvari babaházak állapota rossz, helyette új kerül kialakításra a szerepjátékok megvalósulásához. Az infokommunikációs eszközök elavultak, ezért új eszközök kerülnek beszerzésre, amelyek a nevelőtestület fejlesztő munkáját támogatják. Képességfejlesztő játék és IKT eszközök beszerzésére kerül sor, amely hozzájárul a gyerekek sajátos igényű képességfejlesztéséhez, valamint a digitális kompetenciák fejlesztéséhez. A projekt kiviteli tervei elkészültek, a kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás lezárult, a munka jó ütemben halad. Köszönöm a figyelmüket, egy rövid reklám után folytatjuk adásunkat. Tartsanak jövő héten is velünk, viszontlátásra!